Na, sziasztok, én Alexek, és ma megérkeztünk a Football EP második részével, azaz megérkeztem. És most egy kis karival fogunk játszani amúgy, szóval igen, látjátok. Még nem látjátok, hogy ki vagyok, de na, aki tudja, az tudja, aki nem, az nem, így járt. Szóval kis karival fogunk játszani, és gondoltam, hogy így legyen mostantól ugye a Football EP, hogy ne úgy csak úgy lehívjam a kiteket, hanem legyen egy kis challenge is. Na mindegy, hát akkor nézzük, hogy milyen kitek vannak először is. Autom csekány. Ez jó. Ez jó. Ez jó. Ez jónak néz ki. Jó, ezt mennyi időként lehet lehívni? 5 naponta, oké. Poti, ez mit tud ez a poti? Jelen ez a spawn, ez az izé NPC, ez már nincs, szóval ezt nem tudjuk használni jelenleg. Default, az mit tud? Default az, ó, ez egy jó kis sárkány, ezt inkább ide berakom addig. És kezdő, az meg amit kaptunk. Jó, akkor most már tisztában vagyunk a kitekkel, akkor menjünk, és menjünk a bányához. Szóval, meg is érkeztünk a bányába, akkor kezdjünk el bányászni valamit. Nem tudom, hogy melyik érje meg a legjobban, szóval meg kell nézni. 46. 16. Csak így számolgatok a fejembe közben egyébként. 246. Lap is éri meg a legjobban egyébként így összeszámolva. Ezt nem lehet kiütni, oké. Érdekes. Interesting. És egyébként ezt hívjátok le vinni előbb ezt a kitet, mert azt hiszem csak az őszi szünet után négy időig lesz jó. Vagy nem tudom pontosan mennyi ideig, de nem sokáig, azt tudom. Mert ezt a szeret ugye nem én fejlesztem, aki nem tudná, szóval nem tudok túl sok mindent róla. Ezért is szeretnék videózni itt, mert ugye nem tudok róla túl sok mindent. És igazából most egy kicsit bányászok, és akkor meglátjuk, hogy mennyi pénzt tud összegyűlni. Ugye ezzel a csákánnyal szerintem elég sok. Hány unbreaking? 13-as, jó az. Ezeket a számokat egyébként nem tudom, hogy a Dávid hogy találtak, mert gondolom a Dávid fejlesztette ugye ezt a kitet. Meg alapban a szervet ő fejleszti, szóval gondolom. Valahogy így gondolt egyet, azt akkor miért ne? Legyen ez. Együnk először. És ja, meglátjuk, hogy fog ez összejönni. Na és akkor nyomjatok megint egy olyan 60 lájkot, azt megköszönném. Az előző részen összejöttem ugye 160, de nem hinném, hogy a másodikon össze fog megint ennyi jönni, de hát figyeljet, hát mutassátok meg, hogy mennyit tudtok összehozni. Én 60-ra tippelek legalábbis, olyan 60-70-re. Szóval, igen. Na mennyi? Mindjárt megnézem, hogy mennyi pénzünk lesz ebből. Per bal. 300 ezer. Hát az úgy már nice. Az első rang az mennyibe is kerül? Az... hol van? 1 millió, 15 millió, 50 millió. Ellelel, aha, oké. Na, szóval, kéne nekem egy kis lap is, így. Lopom fel. Jó, na. Megnézzük most a kvarcot egyébként. De hol vannak a legtöbben? Azt kéne nézni. Itt az izé szénnél nagyon sokan vannak. Mondjuk ezt 200-ért lehet eladni. Fortunti X. Az érdekes. Na jó, mindjárt tudjuk, hogy ez... Ja, de hülye vagyok, hát ez jobban megéri. Ez sokkal jobban megéri. Ezt hiszen ne kérdezzétek tőlem amúgy, hogy mennyi időként... restartolódik a bánya, mert azt én se tudom. Szóval az ki fog derülni. Jó, van itt egy jó pár szín. Ezeket felvesszük. Jó, és akkor így. Hú, hát ja, ezzel több pénzt fogunk szerezni. Ez egyértelmű. Aha. Ezzel kicsit több pénzt fogunk szerezni. És én meg ott bányászom a lapist. Jézusom, de hülye vagyok. Na mindegy, nem baj. Most már tudjuk a taktikát, gyerekek. Ajánlom nektek is ezt a taktikot. Ja, még abból többet kapunk, de hát... Azért mégis. Hiába kapunk többet, ha na, értitek. Fel lehetem, hogy ezeknek a tetejére menni? Azt nem tudom viszont, mindjárt kiderül. Aha, fel lehet szerintem, ha jól látom, ott van létre, gondolom az nem dísz. Legalábbis csak reménykedek abban, hogy ez, ja az nem. Na jó, ezt meg adjuk el. Ez amúgy full inventory, gondolom igen. Csak az a baj, hogy nincs nálam annyi hely, hogy azt el tudjam adni. Ja, akkor menjünk fel a tetejére, és akkor így kell majd csinálni. Segédprogram használta tilos, ha valaki mégis használ, akkor az 2 napban fog kapni. Igen, gyerekek! Jaj, majd nem lestem.
ezt ne csináljátok, hogy csalikoltok. Csalikoltok akár, hogy... Igazából makkor is csalásnak számít, mert hát nem érvényes a többi játékossal szembe. Jaj. Jó. Textúra hogy lent lesz a leírásba, miatt kérditek, aki idáig eljutott a videóba. Szóval, az, ja, az lent lesz. Kitet szeretném? Mostában egyébként a full PP-t egyet gyakrabban felügyelem, mert hát itt vannak a legtöbben. Az egész lobbin belül. Na, akinek nem esett volna eddig, de igen, a full PP-n játszunk, szóval aki nem tudná, és nem volt még fent a szerveren, de hát elmondtam már, de hát na, azért mégis elmondom még egyszer. Jó, és akkor redstone az mennyi éri meg? Ez szar. ez szar. Ez nem éri meg. Egyáltalán nem éri meg. De azért kibányáztuk, hát why not. Kell a pénz. Kell mindenhonnan a pénz. Na, így. Jó. Ezeket lepakolom egyébként. És akkor ne foglalja fölöslegesen a helyet. És akkor ide be kéne... Ja, tudom, hogy ez miért van levéd, vagy nehogy izé trollkodjanak valahogy. Gondolom azért, valamiért ezért. Szerintem. Ja, hogy fel lehessen menni a tetére, jó, szerintem azért. Nem tudom. Nem tudom a Dávid, hogy akart ezt megcsinálni. Per bal, nézzük csak a polt. 1 millió az már tuti megvan. Menők vagyunk. Hát igen, itt egy kicsit gyorsan lehet szerezni a pénzt, de nem baj az, nem baj az, nem baj az. It's not a problem. Az nem tudom, hogy melyik a legjobb csákány. Az jó kérdés. Per rang, várjál csak. Talán itt kírja a kiteket. Azt tudom, hogy a OP csákány az a legjobb, ha jól tudom, hogy a kitelétben is van csákány, fogalmam sincs őszintén. Hogy kell a második plót, mint tölni, valaki segítsen. Hát oda mész és akkor per P diszpozál, azt hiszem. De jó, mondjuk ezt miért így válaszol, mert mindegy, akit érdekel itt a videóban, azt elmondtam annak. Neki most sem fogom elmondani, mert nem vagyok admin, úgymond, hogy segítsek. Szóval, hát, hát tulaj vagyok, de hát, na, nem azzal körülbelül vagyok fent. Értitek a lényeget. Nem vagyok support állapotban, na. Így mondom. Na, szóval mi van itt? Jó, hát akkor egy 2 millió összejön, mi? Mindjárt kiderül. Per bal. Nem, 1 500 000, jó. Még szettet szerezzünk addig, per PP bányába át lehet menni, vagy per banya PP, hülye vagyok. Ezt mindig felcserélem egyébként. Nem tudom, nem vagyok hozzászokva. Jaj. Jézus, mennyien vagytok, na jó. Oké. Vagy látom, senki nincs itt fent, szóval... Aj, dehogy nem. Dehogy nem, ott van a kis köcsög. Jaj, meg kell menni innen. Éppen a nézőknek próbálom megmutatni, hogy milyen pró vagyok, jó? Nem, te is mész innen. Jó. Na és akkor menjünk ide be? És akkor ezek te el lehet adni, vagy mi? It's a good money. Na jó, ez nem kell. Ez se kell. És ez se kell. Jó, kéne még egy kis dia akkor. Álmodni szabad, gyermekem, álmodni szabad. Na jó, per val. Na, meg lesz az, meg lesz az. És nézzük, direkt nézi, hogy mikor megyek ki, figyeld. Figyeld. Ugye észreveszi. Fussunk át másik oldalra valahogy. Jó, nem kell. Az a vagyok, nagyon veszélyes ez a hely. Jaj, meg ilyenkor jó játszani, amikor nincs el kizé 600-an. Szóval így szerintem sokkal jobb. Jó. Látom, hogy izé próbálsz jönni, hülye gyerek. Persze, jó, oké.
Nem baj. Nem baj, csak oda egy autumn csákány, de egyébként semmi probléma. Jó? Ezt nem kellett hallanatok, ez nyugi. Nyugi, ez semmi probléma. Istenem, és őlt meg az a kis köcsög ott, hú. És komolyan elveszett, na mindegy. Jó, hát a következő körbe, részbe folytatjuk. És akkor majd ott találkozunk, nyomjatok akkor egy lájkot és egy feliratkozást, ahogy látom, hamarosan meg lesz a 500 feliratkozó, 6500. Szóval elég komoly. Na mindegy, köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor majd találkozunk a következő részbe. Sziasztok!